Most szerveztük meg 8. alkalommal jelenléti formában, de a koronavírus járvány alatt kétszer online formában megrendeztük, tehát ez a 10. alkalom, hogy elhoztuk a Tadi Maci Kórházat ide a Pécsi Egyetemre. Gyerekzsivajjal telt meg a dr. Romhányi György aula a múlt héten, több mint 740 érdeklődő vett részt a családi napon. A program fő célja kettős volt, csökkenteni a gyermekekben a fehér köpenytől való félelmet, valamint hogy érzékenyítsék a szülőket is az orvosi beavatkozásokhoz, eszközökhöz. Számos állomással készültünk a szülőknek és a gyermekeknek is. Ilyen például ilyenek a prevenciós programok, amik főként a szülőknek szólnak. A gyerekeknek van sebimitáció, vannak maciműtőink, ami talán a legnagyobb népszerűségnek örvendő programunk. Mindenki kapott ilyen mellényt, még ilyen hajsapkát. És akkor mindenki odaállt, és mondtuk, hogy most el fogjuk altatni, és akkor adtunk neki injekciót a lábába és a kezébe. És akkor körbeadtunk egy csipeszt, és mindenki felnyitotta egy kicsit a Maci hasát. Van a Maci ambulanciánk, ahol a saját kis hozott plusz állataikat gyógyíthatják meg a gyerekek. Ez is nagyon népszerű nálunk, nagyon szeretik. Az óvodákba is szinte heti rendszerességgel visszük ezeket a programjainkat. Ezen kívül lehetőségük van még arcfestésre, van hátul az udvaron sportvetélkedünk, van állatsimogatónk, segítségünkre vannak még a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. Szintén megtekinthetik az ő járműveiket is, ők is készültek bemutatóval, illetve elsajátíthatják még a segélyhívásnak az alapjait a gyerekek. 2 évvel ezelőtt voltunk már, mikor a kislányom még csak 2 éves volt, úgyhogy már nagyon vártuk, mert az elmúlt években ugye a vírus miatt nem volt, és most, hogy láttuk a kiírást, az biztos volt, hogy meglátogatjuk megint a rendezvényt. Korábbiakban mi volt a kedvenc? Tedi Macit végig vizsgáltuk, újraélesztettük, szurit kapott, vérnyomást mértünk neki, gyakorlatilag minden próbát kipróbáltunk, amit csak lehetett. A kézmosón, a agyon, meg a szíván. És hogy érzékelted a rendezvény után, amikor esetleg a doktornénihez, doktorbácsihoz mentetek, akkor könnyebben viselte a megpróbáltatásokat? Persze, abszolút. Abban az időben szeretett volna orvos lenni mindenféleképpen. Igen, és ez sokáig fönnmaradt. Csak ugye aztán nem volt újra inger, majd most meglátjuk, hogy hogy alakul. Lehet, hogy most is újra úgy gondolja majd, hogy orvos szeretne lenni. Magyar Orvostanhallgatók Szövetkezetének a tag egyesülete vagyunk, a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete, mely teljes mértékben hallgatói kezdeményezés, és önként veszünk részt a programjaink szervezésében. A Tedi Maci Kórház Svédországból indult, egy nemzetközileg elismert szerveződés, amelyet itt Pécsen is megrendezünk a gyerekeknek. Január végén már elkezdtük szervezni, illetve ennek hagyománya van, szóval az alapkoncepció az már megvolt korábban is, viszont mi jelenleg új koordinátorok vagyunk, így volt segítségünkre az előző évek tapasztalatai. Honnan látod nekem, hogy milyen volt itt az, amit láttál? Jó! Említetted, hogy óvodákba jártok, azt milyen gyakran teszitek, és milyen eszközökkel jártok oda ki? Ez a megkeresések számától is függ, de nagyjából heti rendszerességgel járunk óvodákba, illetve általános iskola alsó tagozataihoz. Oda a legnépszerűbb programjainkat, a Maci műtétet, illetve az ambulanciát szoktuk elvinni. Ezeket nagyon szeretik a gyerekek, ilyenkor ketté osztjuk a csoportot, az egyik felével megműtjük a hatalmas plüsmacinkat, aminek van egy kicipzározható hasa, benne megvannak varva a belső szervek, így tudunk segíteni a gyerekeknek megtanulni, hogy melyik szernek mi a neve, illetve mire való. Ilyenkor be is öltöztetjük őket műtős ruhában, kapnak kis sapkát, köpenyt, illetve maszkot, kesztyűt, és nagyon szokták élvezni. A másik fele pedig az ambulanciás részlegünk. Itt különböző orvosi eszközöket szoktunk hozni, hozzák magukkal a kis saját kis plüsmaciókat, és ezeknek az orvosi eszközöknek a nevével, illetve használatával ismertetjük meg őket játékos módon. Milyen ajándékkal tér haza az a kisgyerek, aki itt végigcsinálja az összes programot?
lehet pecséteket gyűjteni, és az összegyűjtött pecsétekért a kiáratnál kapnak is kitűzőt, kapnak lufit, oklevelet, illetve reméljük, hogy rengeteg élménnyel gazdagodnak. Említetted, hogy első alkalommal vagy benne, azért biztos van arra tapasztalatod, hogy hány gyerek jön vissza többször egy ilyen rendezvényre. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy körülbelül ilyen 500 fő az, akit meg szokott fordulni, de reméljük, hogy mivel a Covid miatt kimaradt az utóbbi két évben a rendezvény, reméljük, hogy idén még többen megfordulnak itt nálunk. A medikusok standokat állítottak fel, ahol különböző szakterületeit mutatták be az orvoslásnak.